Köszöntöm nézőinket! A kommunista diktatúrában tönkretett és megalázott kuláknak bélyegzett várpalotai emberek emlékét hirdeti a Felsővárosban az a 6 méter magas kereszt, melyet 15 évvel ezelőtt, 2008-ban állítottak fel tisztelegve a korszak áldozatai előtt. Az évforduló alkalmából tartottak az elmúlt szombaton koszorúzással egybekötött megemlékezést a Felsővárosi Civil Egyesület szervezésében. Magyarország első kulák emlékművét 2008-ban állította a Történelmi Felsővárosért és Bátorkő váráért alapítvány, illetve Várpalota város önkormányzata. A 6 méter magas gyászlepelbe csavart fakereszt a Felsővárosban éveken át hirdette az elhurcolt és megkínzott gazdacsaládok, kulákok emlékét. Az eredeti emlékművet Németh Árpád akkori polgármester és Szabó Bátor Tamás, a városrész korábbi önkormányzati képviselője leplezték le, és dr. Szendi József nyugalmazott érsek, valamint Nagy Károly kanonok szentelte fel a történelmi egyházak képviselőivel. Az első emlékmű az időjárás viszontagságai miatt elpusztult, ám az ügy emlékezete fontos számunkra, így nem hagyhattuk, hogy feledésbe merüljön. Erről beszélt Antal László az emlékkereszt állításának 15. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Az önkormányzati képviselő kiemelte, fontos, hogy az emlékmű az utókor számára is figyelemfelhívó jel legyen. Dobó István veretes mondatát idézve, a falak ereje nem a kövekben van, hanem a védők lelkébe. Ezért gondoltuk azt, hogy maga az emlékmű egy jel, de a lényeg az élő emlékezet, hogy a nemzedékek továbbadják egymásnak azt, és tanuljanak belőle. Minden évben november 1-én összejövünk itt, gyertyát gyújtunk és emlékezünk. A mai kor embere meghasonlott helyzetben van. A világ dolgai, szenvedések és örömök online zuhannak rá. Mindenhonnan minden tudhat. Kérdés, hogy ezek a történések, információk a legfontosabbak-e számukra, vagy képviselőtársamat idézve a gyökérszálak, melyek nemzetünk identitásunk fáját tartják, táplálják. Ezért gondolom, hogy nem idejét múlt dolog egy pillanatra megállni, világosságot gyújtani az emlékezés mécsesével, magunknak és őseinknek is tartozunk ezzel. A Felsővárosban felállított emlékkereszt egy olyan közösségi hely, amely egyszerre hirdeti elődeink Krisztusitét, az örök élet bizonyságát, valamint azoknak a tehetséges földműves gazdáknak az igazságát, akiket a kommunisták meghurcoltak, tönkretettek családjaikkal együtt. Emelte ki az ünnepségen a Krúdy Gyula Városi Könyvtár igazgatója Budai László, aki a borzalmakat gyermekként megélt dr. Szalai Marianna édesapjának megkínzását és családjának meghurcoltatásait is felidézte. Marianna tehát elindult a kisapával a rendőrségre, hogy édesanyja kérte tőle, és a rendőrségen szörnyű látvány fogadta. A rendőrség lépcsője mellett elmenve meghallotta édesapjának a hangját, és amikor meglátta, kékre, zöldre agyonvert fejet, hatalmasra duzzadt fejet látott, ami nem ismert föl, füle természetellenesen állt, és hát nyilván egy kislánynak ez egy hatalmas megrázkodtatás. Meg hát nyilván mindenkinek. A vád az volt édesapja ellen, hogy ezzel a bizonyos kisapával ütött meg egy rendőrt, és ezért kellett elvinni a kisapát, hogy megmutassák, hamis vád volt, amivel édesapját berángatták a rendőrségre. Utána édesapját internálták, nem is igazán tudják hová, mert dokumentumot erről azóta se kaptak, sohasem kaptak, édesapja pedig sosem beszélt róla. Valószínűleg Ajkacsingerre került, mert később ott látogathatták meg. Amikor Sztálin meghalt, az édesapa is amnestiát kapott sok más társával egyetemben. A megaláztatás része volt, hogy 1952. decemberében a tanács épülete melletti üzletben kiraktak jó pár tárgyukat, hogy ilyenek ezek a kulákok, mindent felhalmoznak, és ezért nem jut másnak semmi. Budai László hangsúlyozta, a kuláknak bélyegzett emberek csupán azért lettek áldozatok, mert képesek voltak az államtól függetlenül élni, ellátni magukat és családjukat, és ezt az önállóságot nem voltak hajlandóak egy kétes ideológia oltárán feláldozni. Ez pedig a kommunisták számára akadály, sőt veszélyforrás volt.
Úgy fogalmazott, a kulákok példája azt mutatja, hogy az emberi erőfeszítés és az egyéni szabadság védelme elengedhetetlen a fejlődéshez. A kuláküldözések példája tanítson minket arra, hogy soha ne engedjük az embertelen eszméknek, bármilyen gyönyörű kulisszák között érkezik meg. Ha el akarja venni a szabadságunkat, a családunkat, akkor konokul szembe kell vele szállni és megküzdeni, tette hozzá a könyvtárigazgató. A köszöntő beszédeket követően Várpalota polgármestere Campanari Talabér Márta kíséretében Antal László a Felsőváros jelenlegi, valamint Szabó Bátor Tamás korábbi önkormányzati képviselők koszorút helyeztek el az emlékmű talapzatánál a megemlékezés zárásaként, melyet a Pinka zenekar, valamint a Felsővárosi Civil Egyesület tagjainak színvonalas zenés-irodalmi műsora tett még ünnepélyesebbé. Mint a fáradt vándor ki néma lenni kér.